Gyermán János Tamás oktató az Aranybulla kiadásának 800 éves évfordulója alkalmából megrendezett ünnepélyes emlékülésen azért lehetett ott tanítványaival, mert részt vettek a Rákóczi Szövetség által meghirdetett Gloria Victis történelmi online vetélkedőn. Nagyon bele kellett mérni a diákoknak, hiszen rengeteg szakirodalmat kellett nekik olvasniuk, online vagy szakkönyveket kellett kikölcsönözniük a könyvtárból, és igazából ez egy két délutáni alkalom volt, ahol a diákok leültek és online tesztfeladatsort oldottak meg. Körülbelül mindegyik tesztfeladatsor ilyen 2-3 óraszát vett igénybe. Az emlékülés az Országház főrendházi üléstermében volt. Tehát ez egy országos pályázat volt, számos középiskola meg gimnázium pályázott erre a online vetélkedőre. Mi az iskolával bejutottunk a középdöntőbe, és eme alkalomból hívottak meg bennünket az emlékülésre. Az iskolával leginkább csak végzős tanulók jöttek el, Baranyi Zsolt Attila, Marton Zsófia, Kormos Bence, Szekér Bence és Úrsz Tibor. Az eredményet is követően mindenki egy emlékcsomagot kapott, jelképesen kaptunk egy aranybullát, amit készítettek, és gyönyörűen szépen be volt díszmagyar szallaggal csomagolva, illetve egy vendéglátásba részesültünk még. Nagyon felemelő volt számukra, hogy hazánk vezetőit is élőben hallhatták. Novák Katalin köztársasági elnök beszédéből is sokat tanultak a diákok, akiket Bence képviselt a riportban. Élmény volt, nagyon jó volt. Én is ugye először láthattam, mikor bementünk, elcsodálkoztunk, hogy milyen magas, szép. Megnéztük ugye a koronázási jelvényeket. Olyan furcsa volt, hogy lényegében 1 méterről állhattam a koronától, a országalmától. Valamint sikerült találkoznunk a köztársasági elnökkel is, Novák Katalint is láthattuk, hiszen tartott egy beszédet. Valamint Kövér Lászlóval is találkozhattunk, aki rendes volt, és még fotót is készíthettünk vele. Mindenféleképpen érdemes nevezni, hiszen eljutatnak ők is a parlamentbe, illetve tudásba is gazdagabbak lehetnek.